Aláírás gyűjtött a posták bezárása ellen a Mi Hazánk mozgalom zalaegerszegi szervezete. A szolgáltató az energiaárak emelkedése miatt a Landorhegyi és Kossuth utcai kivételével az összes megyeszékhelyi fiókját becsukja. Balaid Zoltán polgármester korábban nyílt levelében elfogadhatatlannak nevezte, hogy nem egyeztettek vele, és azt kérte, vizsgálják felül a tervet. A Magyar Posta 6 helyet zárna be ideiglenesen Zalaegerszegen. Ezek közül az egyik a kertvárosi, ahol a petícióhoz aláírásokat gyűjtöttek a mozgalom tisztségviselői és aktivistái. Mindenképpen fontos lenne ezeket az intézményeket megtartani, és dicséretesnek tartjuk azt, hogy a polgármester úr felvette a kapcsolatot miniszter úrral a postabezárások ügyében, viszont azt egyáltalán nem tartjuk elfogadhatónak, hogy a város kompenzálást fizessen azért, hogy egy állami cégben megmaradjon egy-egy intézmény. Tehát úgy gondoljuk, hogy a postának lenne szüksége arra, hogy átstruktúrálja normálisan az intézményeit, és értelemszerűen olyan feladatokkal felruházza az adott hivatalokat, hogy fenntarthatók legyenek. A megyénkben rengeteg kis posta van, kis település, mindenhol, ahol eddig nem zárták be, azokat most fogják bezárni. Mi úgy gondoljuk, hogy ez az ellátás színvonalát csökkenti. Nem lehet az, hogy egy kis településen se bolt, se kocsma, se posta, se orvos, a végén se semmi lesz. Tehát mi ellen tiltakozunk. Az érintettek azon túl, hogy többet kell utazniuk, várhatóan hosszabb sorokra is számíthat. Emellett a közlekedés és a parkolás költségei további többletkiadást jelentenek. Mélységesen felháborít a postának a bezárása, mert nagyon nagy körzetet érint, nagyon sok az idős ember, nagyon nagy forgalma van a postahivatalnak, és úgy gondolom, hogy hatalmas kár keletkezne a kertvárosiak életébe, hogyha minden egyes tevékenységért le kellene utazni nekik a belvárosba, ezért tekintve, hogy a buszok is meglehetősen terheltek ezen a vonalon. A városvezetés célja, hogy lehetőség szerint az érintett posták többsége a november 12-i zárás után mielőbb újra nyisson. Ennek feltételeiről Balaid Zoltán polgármester folyamatosan egyeztet a Magyar Posta ZRT elnökségével.